A tél beköszöntével előtérbe kerülnek a téli sportok, és az ünnepi készülődés, programok nélkülözhetetlen eleme a jégkorcsolya. December 5-én, advent második vasárnapján megnyitott a kapuit a várva várt műjégpálya Salgótarján főterén. Az aktív, szabadidőeltöltést kedvelők így 2,5 hónapon keresztül csúszhatnak a 15x30 méteres óriási jégpályán. Nagyon jó! Először járok ide, mert hogy először vagyok itt. Nehéznek hittem, de könnyű. Csak az egyensúlyt kell megtalálni, és akkor menni előre. Érdemes tehát leporolni a korikat és jégre pattanni, hiszen a szórakozás mellett az ünnepek alatti testmozgás is biztosítva van számunkra, ami valljuk be a nagycsaládi lakomák és filmnézések között ránk is fog férni. Már volt nekem ezek előtt élményem itt a Salgótarjánban lévő jégkorcsolya pályáról, de most is nagyon nagy élmény volt, hogy újra birtokba vehettem a jégkori pályát. Úgy gondolom, hogy nagyban színesíti városunk életét, úgyhogy nagyon nagy örömömre szolgált, és még a későbbiekben is el fogok látogatni, és fogok csúszkálni addig, amíg csak bírom, és remélem, hogy balesetmentesen meg fogom úszni, de az egy-két esés az belefér, mert attól csak erősödök. Azok se aggódjanak, akik esetleg nem rendelkeznek korival, hiszen a helyszínen lehetőség van bérlésre, és a pálya is szinte jelképes összegért vehető igénybe. A felnőtt és diákjegy mellett családi, kiscsaládi jegy, illetve felnőtt diákbérlet megváltására is van lehetőség. A jégpálya hétfőtől péntekig 15:30 és 17:30, valamint 18:00 között vehető igénybe, hétvégén pedig 10-től 1 óráig, 14:30-től 17:00, 17:30-tól pedig egészen 21:00-ig csúszhatunk. Télen se feledkezzünk meg tehát a sportolásról. A jégkori egy kiváló rekreációs mozgásforma, kicsiknek, nagyoknak, profiknak, kezdőknek egyaránt. Találkozzunk a város szívében, a mindenki karácsonyfája melletti pályán.